Cheryl Wagner szeret kertészkedni, de erre alig van ideje, mivel a két gyermekes anyuka egy jól menő egészségügyi cég vezetője. Pár éve azonban, amikor megnyitotta a rendelőjét, a várószoba üres volt. Egy új vállalkozást beindítani nem egyszerű. 100 000 dolláros adóssággal meg végképp nem az. Személyes és anyagi életét is újra fel kellett építenie a válás után. 3 000 dollár tartozás volt a hitelkártyámon, 6 000 dollár adóság a kocsimon, és volt még 100 000 dolláros diákhitel tartozásom is. Esténként nem tudtam elaludni. Azon gondolkodtam, hogy hogyan fogom mindezt kifizetni. Jótékonysági üzletekben vásároltunk, hogy kihúzzuk valahogy hó végéig. A hatalmas nyomás Isten felé fordította, újra átadta életét Jézus Krisztusnak. Amikor újra Isten felé fordultam, biztos akartam lenni abban, hogy mindenben követem őt. Mindabban, ami a Bibliában le van írva, a tizedfizetést is ideértve. Csatlakozott a 700-as klubhoz is, ami vigasztalást nyújtott neki az álmatlan éjszakákon. Bíztam Istenben, hogy a bevételeim növekedni fognak. Több hónap hitből történő adakozás után a pácienseinek száma elkezdett emelkedni. Egyre több beteg keresett fel, és az időbeosztásom egyre sűrűbb lett. A következő év még jobb volt. 16 000 dollárral több lett a bevételem, és így lehetőségem nyílt arra, hogy a házam hitelét visszafizessem. Cheryl és lányai nemrég költöztek ki a zsúfolt lakásukból egy házba. Érzem Isten szeretetét az életemben. Most, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy megvásároljam mindazt, amire a lányaimnak szükségük van, annyi öröm van bennem. Kisebbik lánya Superbook rajongó. A kedvenc Superbook epizódom a Jelenések könyve, mondja a kislány, mert megmutatja azt, ami még nem történt meg, és azt is, hogy Isten hogyan fog minket megmenteni. Cheryl nagyon hálás Istennek, eddigi adományait megduplázta. Isten munkájában részt venni a legnagyobb öröm. Isten pedig mindig bőségesen visszaadja azt, amit neki adok. Igen, Isten mindig visszaadja. A Máté evangéliumában van megírva az az ígéret, ahol Jézus azt mondja, ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Cheryl megtette ezt, nehéz időkön ment keresztül, de végig Isten ígéreteit követte, és ezután az áldások is megjöttek. Ugyanez önnél is működni fog, ha ezt a bibliai elvet követi.